Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Tegnap említettem, hogy kaptam egy ilyen képet, olyan volt, mint egy képes lap. Ez nem egy álom, hanem amikor becsuktam a szememet, ott volt előttem ez a képes lap. Először történt így az életemben. És a mai napon kaptam újra egy képes lapot. Ez a képes lap, ez nem mozog, hanem mutat egy képet, és hogy ez csak nekem szól, vagy nektek is szól, nem tudom. Úgy gondoltam, ha van ilyen megjelenés, akkor beszámolok erről. A mai napon, tehát ma reggel újra kaptam egy képet, és itt a Vatikán volt látható. A Vatikán főterén voltak emberek, de két csoportban. Jobb oldalon ott ültek az emberek, illetve ott leragasztották magukat az útra. Nem tudom, hogy Magyarországon van-e ilyen, de Németországban, sőt, ahogy tudom, Ausztriában is vannak olyanok, akik szeretnék a földet megmenteni, és odaragasszák magukat az autópályára, tehát az autók nem tudnak közlekedni. És pontosan ezek az emberek voltak jobb oldalon, itt a Vatikán fő terén, de nem egy sorban, hanem mint a gombák úgy össze-vissza, és bal oldalon álltak az emberek, mindegyiküknek fényképező gép volt a kezükben, és fényképeztek. Tehát két csoport volt látható. Azon kívül bal oldalon volt egy kút, de ez nem olyan pompás kút, nem szökőkút, hanem egy egészen egyszerű kút volt látható a képen. Én ezt úgy értelmeztem, hogy az Isten előtt mindannyian egy téren vagyunk, együtt vagyunk. Viszont van két vagy a társadalomban, lehet, hogy több csoport is, amikor az emberek úgy érzik, hogy ehhez vagy ahhoz a csoporthoz tartoznak. És a hitünk, a szeretet, a vallás és az Isten előtt ez a lét, ez tudna összetartani bennünket. Hogy a kút mit jelent, az lehet a tisztaság, a tisztító erő, vagy a forrás, hogy ennek van valami oka is, én legalábbis így értelmeztem, hogy látod te ezt a képet, vagy mit mutat ez számodra, ezt természetesen leírhatod a kommentárba. És most megnézzük, hogy mit üzen a Biblia, tehát megkérdezzük most ezt a forrást. Mindenkinek van egy feladata az életben. Foglald el ezt a helyet. Ami számodra szent, tehát ez a hely, ennek van értelme. Minden nap más.
És az a fontos, hogy éld a napot. A nap, amin uralkodni tudsz és cselekedni tudsz. Ha csupán a napot éled, akkor elmúlnak a félelmek. Hamarosan kapsz egy hírt egy hivatalból. Nézd majd meg ezeket a dolgokat. Ügyelj a családban az anyagi dolgokra. Hamarosan felszabadulsz valamitől vagy valakitől. Ez úgy magától rendeződik. Ha nem tudod hogyan tovább, akkor beszélj az Úrral. Az angyalok jönni fognak és segítenek neked. Ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.